Egy idegrendszeri betegség miatt Márnak már csak egy karja van. Paulino pedig enyhe értelmi fogyatékossággal él. A főzés szeretete köti össze őket, és az elhatározás, hogy javítanak az életminőségükön. Most főzőtanfolyamokat szerveznek megváltozott képességűeknek a spanyolországi Valladolidban, ahol nem csak receptekről beszélgetnek. Már hagymát aprít. Másnak hétköznapi művelet. Neki viszont egy kézzel kerekes székben ülve igazi kihívás. Már idegrendszeri betegségben szenved. Esténként lefekvéskor arra gondolok, másnap mit hogyan csináljak. Hogyan tudok felszelni egy hagymát. Itt a spanyolországi Valladolid nemzetközi főzőiskoláján már ezt is megtanulhatja. A tanfolyamot fogyatékkal élőknek szervezték, ma spanyol lecsó van az étlapon. Pisztót készítünk. Hárman vagyunk, így mindenki aprít egy kicsit. Az aprítást tanulják, és azt, hogy mit lehet a zöldségekkel kezdeni. Ma csak zöldségekkel foglalkozunk, megnézzük a különböző textúrákat, formákat. Főzünk és párolunk. Ma ez a program. Kezdjük rögtön a paprika aprításával. Segíthetek? Igen. Paulino enyhe értelmi fogyatékossággal él, neki még a kés használatához is segítségre van szüksége. Miguelnek egy közlekedési baleset miatt kellett megtanulnia, hogyan lehet ülve dolgozni a konyhában. A résztvevők különböző okból vannak itt, céljuk azonban ugyanaz, előre tekinteni és főzni tanulni. Ha betegség vagy baleset miatt kerekes székbe kényszerülsz, akkor ezen már nem tudsz változtatni. Csak azon, hogy te hogyan állsz a megváltozott körülményekhez. Az ilyen kurzusok ezt a tanulási folyamatot gyorsíthatják fel. A fogyatékkal élők sokszor azért nem járatosak a főzésben, mert a környezetük védőburokban tartja őket. A problémák akkor jelentkeznek, ha ez a segítség egyszer csak megszűnik. Itt viszont a résztvevők egymástól is tanulnak. Kiegészítjük egymást. Nekem van egy kis tapasztalatom, ők pedig abban segítenek, ami nekem nincs, egy másik kar. Itt van konyhafőnök Pablo és konyhafőnök Maria. Tomate. Néhány perc elteltével a konyhát már a paradicsom és a fűszerek illata lengi be. Jöhet a többi hozzávaló. Egy kis szójaszószt hozzá. Csak egy kicsit. Tudom. Pablo konyhafőnök kicsit megrémít. Kicsivel többet. Elég. A tanfolyamon párbeszédre is törekszünk, nem csak a receptekre koncentrálunk, hanem a receptek alapján egy koncepciót dolgozunk ki, és mindenekelőtt tisztázzuk a főzés során felmerülő kételyeket. Szerintem a mai egy sikeres nap volt. Az ingyenes kurzus egy kísérleti projekt, a társadalmi elfogadást is támogatja. Egy motivált csapat sok mindenre képes, például egy ilyen különleges pisztóra, könnyű krumplipürével. Jó étvágyat és üdvözlet Valladolidból!